Tófalvi Évával első alkalommal a Nőileg készített portréinterjút, ezt a lap második számában lehet elolvasni. A májusi Nőileg ugyanakkor elsőként járja körül mélyrehatóan az otthonszülés témáját. Az ötletet és saját történetét szintén egy csíkszeredai hölgy, Márdirosz Ágnes színművész adta. Ő a kedd délutáni bemutatón is megjelent, ezt a Csíki Játékszín épületében található kávézóban tartották. Egy kicsi lamentálás után úgy döntöttem, hogy tényleg valóban beszélhetek erről a dologról, amiről olvashatnak majd a nézők a labban, hogyha megvásárolják a májusi labban, hogy tudják meg az emberek, hogy van más is, nem csak az, amit belénk súlykolnak kicsi gyerekkorunk óta, hanem van más is, amit a nagyanyáink, ami nem újdonság ugyanis, hanem a nagyanyáink, dédnagyanyáink az én példámmal jártak el. A lap több szerkesztője mellett a főszerkesztője, Zörgő Noémi és felelős kiadója, Sebestyén Kinga is jelen volt, beszéltek az eddigi visszajelzésekről, amelyek többségében pozitívak, illetve a friss számról, amely már teljes valójában felmutatja a Nőileg értékrendjét. Erdélyi, értékes, ismert vagy közösségükért tevő emberek, hazai sajátosságok fókuszba helyezése, megismertetése az olvasókkal. Kiderült például, hogy mifelénk is vannak nők, akik vállalják az otthonszülés rizikóját, és vannak már dúlák is, akik ebben segítik őket. Mátrai László színművész a Hónap pasiaként beszélt magáról. Elgondolkodtató a marosvásárhelyi börtönpszichológus hölgyel készült interjú is. A Nőileg Sepsiszentgyörgyi szerkesztője a Város Kultúrkocsmáját, a Teint mutatja be, de teret kapott a labban Tóth Kati énekesnő, Székely Csaba drámaíró is. És még sok minden, sorolták a szerkesztők, akiktől megtudtuk, hogy a májusi lapszám már mindenütt kapható. Kiderült az is, hogy rendszeresítenék az ilyen jellegű bemutatókat. Úgy gondoljuk, hogy az a magazin kezdetén kialakult, vagy megfogalmazott elv, hogy itt nem magunknak írjuk a lapot, hanem az olvasóknak szeretnénk, és olyanná szeretnénk tenni ezt a lapot, egyrészt amilyennek mi szeretjük, de hogy nagyon fontos, hogy olyanná is tegyük, amilyenné az olvasóink szeretnék tenni, és hát úgy gondoltuk, hogy erre az egyik legjobb lehetőség, vagy az legjobb út arra, hogy megtudjuk, hogy milyenné, vagy hogyan látják egyáltalán a két első lapszámot, és hogy milyen irányba kellene mi szerkesztők elinduljunk a továbbiakban. Erre az egyik legjobb megoldást, azt egy ilyen karaván, én igazából egy ilyen városról városra történő beszélgetés gyakorlatilag, hogy ez jól meg tudná ragadni ezt a problémát. Az olvasók témajavaslatokat, észrevételeket fogalmaztak meg. Gyerekneveléssel kapcsolatos írásokra lenne például igény, hangzott el, de szívesen vennék páran, ha nyitna a lap az üzleti befektetési szféra felé is. Jónak, hiánypótlónak tartják mindenképpen az ötletet és a lapot. Lévén, hogy a dohányzás az nagyon aktuális probléma különféle korosztályokon is, de főleg a fiataloknál, úgy tartom, hogy erről egy pár információ nagyon jól jönne. Úgy érzem, hogy egészségügyi nevelés téren is nagyon sok tudnivaló lenne, és hiánypótló lehet egy ilyen lap, hogy alább nem kell adni, mert nagyon szép. Tehát egy szép, nívós, értelmes lap, ami nem csak szép kivitelezés, mert szerintem ez nagyon fontos, hanem a tartalmában is szép. Az erdélyi nőkről szóló havilap 10 000 példányszámban jelenik meg, egyelőre szabad eladásban terjesztik több magyar lakossággal is rendelkező megyében. A független kiadvány teljesen saját, minőségi tartalommal jelentkezik, Székelyudvarhelyen nyomtatják, kiadója a Magazin Lány Kft.